díjazták a tanulmányi versenyek legjobbjait a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. Az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központja idén 11 megyei és dunántúli megmérettetést szervezett Zalában. A dobogós helyezetteknek most 113 díjat adtak át. Az esemény résztvevőit Víg László országgyűlési képviselő köszöntötte, aki mások mellett a diákok tehetséggondozásának fontosságáról, illetve az oktatási intézmények és a pedagógusok megkérdőjelezhetetlen szerepéről beszélt. Pácsonyi Imre, az Zala megyei közgyűlés alelnöke arra emlékeztetett, a sikernek ára van, nem titka, és a jelenlevők valamennyien megfizették ezt, amikor a tanulást választották. Vadvári Tibor alpolgármester a jól végzett munka örömét emelte ki. Mint mondta, az jelent maradéktalan örömet, amiért megdolgozunk. Tóth Ferenc, az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője szerint a győztesek a döntéseikkel kerülnek az érre. Azokért a döntésekért, amelyeket a végtelen számítógépezés, facebookozás, a meg annyi készen kínált gyors befogadást, felületes jelenlétet igénylő tevékenység helyett, a kovalens kötésért, a 30 éves háborúért, a Fibonacci számok megismeréséért hoztok. Azokért a döntésekért, amelyek csak kevesek sajátja, ami megkülönböztet benneteket másoktól, ami miatt jó esetben kicsillogtok a tömegből. A díjazottak örömmel fogadták az ünnepséget. A legtöbben úgy vélik, ez sokak számára motiváló lehet. Nagyon megtisztelő, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Nagyon jó látni, hogy több az iskolában tanító tanár és igazgató úr is részt vesz. És úgy gondolom, hogy ez egy remek alkalom, hogy megmutassuk a többi diáktársunknak is, hogy mi is ugyanolyan diákok vagyunk, mint ők. És hogy bárki, ha elég szorgalmas és kitartó, akkor érhet el versenyeredményeket. Nem csak biológiában, bármilyen tantárgyban. Az elismerések átadásában a tankerületi igazgatók is közreműködtek. Fontos, hogy lássuk, kik azok, akikre büszkék vagyunk, kik azok, akik olyan eredményt értek el, akik megyei szinten országos versenyen gyakorlatilag a legjobbak között szerepelnek. Ilyenkor azt gondolom, hogy az intézménynek is büszke, tanárnak is büszke, de elsősorban a szülő a legbüszkébb ilyenkor a gyermekére, illetve a gyermek saját magára. A programot a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak műsora színesítette.